Az RMDS kormányzati szerep nélkül maradhat, amennyiben a Nemzeti Liberális Párt a PSZD-vel egyezik meg a kormányalakítás kapcsán, nyilatkozta a Híradónknak Csoma Botond, a szövetség képviselőházi frakció vezetője. Sajtóértesülések szerint a PSZD csak a liberálisokkal alkotna kormányt, a szociáldemokraták kihasználva a jelenlegi helyzetet kemény feltételek elé állítják a PNL-ét. Az RMDS szempontjából a kormányválságból való kilábalásra a PNL-USZR-RMDS koalíció helyreállítása a legjobb megoldás. Csak hogy matematikailag kisebb bonyolultabb a dolog, mint egy hónappal ezelőtt. A PNL képviselőházi frakciójából a Ludovik Orbán volt pártelnököt követve sorra lépnek ki a liberális frakcióból, és a nemzeti kisebbségek is bejelentették, hogy már nem hajlandók támogatni a korábbi jobb-közép koalíció helyreállítását. A PNL-USZR-RMDS koalíció újjáélesztésének az esélye így lényegesen csökkent. Ha objektív okok miatt ez lehetetlen, akkor meg kell próbálni tárgyalni a szociáldemokrata párttal, mert az AU-ral nincs mit tárgyalni nyilván a mi véleményünk szerint. És meglátjuk, hogy mi lesz ebben. Persze fennállhat a veszélye, hogy ha egy túl nagy összeborulás lesz a liberális párt és a szociáldemokraták között, hogy mondjuk az RMDS ne tudjon megszerezni kormányzati szerepet ebben a kontextusban. A jelzések egyelőre nem ezt mutatják, de a politikában ugye nem lehet csak a jelzésekre bazírozni. Sajtóértesülések szerint kihasználva azt, hogy Ioannis arra szólította fel a PNL vezetőit, hogy a PSZD-vel tárgyaljanak a kormányalakításról, a szociáldemokraták most minden fegyvert bevetnek. A PSZD a kormányfői tisztségre pályázik, és paritást szeretne a PNL-vel a szaktárcák elosztása kapcsán, az RMDS-t pedig kizárnák a kormányzásból.